Sziasztok, szeretettel köszöntelek bennetek, Vargász Ter vagyok. Ez a kis videó most invitáló videónak készül. Az ősükkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditációra invitálok bennetek, 9-én lesz. És valószínűleg ebben a formában utoljára. Ugye ezt már említettem, hogy kicsit van olyan érzésem, hogy már ezen túlhaladtunk, ezen túlmentünk, miközben folyamatosan szükség van arra, hogy az ősökhöz valamilyen úton, módon mégiscsak visszanyúljunk, de mivel már a 9-10-11. Csakrában dolgozunk, ugye a bőség és jólét teremtő kurzussal, ami már ugye a Krisztus tudatosság felé vezet, ezért már egy más gondolkodásmódban vagyok én is jelen, és hát visszafelé nem nagyon tudok és szeretek egyébként tanítani, úgyhogy azt gondoltam, hogy erről is készül egy felvétel, és természetesen utána bármikor meg lehet majd vásárolni a felvételt, meg lehet vásárolni a mesterem által recitált meditációt, ugye ez az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditáció, amit ő recitál szamádi állapotban, ugye angolul, de van hozzá magyar fordítás is. Én ezt nagyon értékesnek találom. Én nem tudok úgy mantrázni szamádi állapotban, ahogy ő megtette. Nyilván neki ez a lényében, a vérében volt, tehát egész másként más hatása van annak, amikor ő recitál, és amikor én mantrázok. Úgyhogy ezt jó szívvel ajánlom továbbra is, ezt a meditációt. Én szeretnék egy másik fajta meditációt lehozni most az eseményen, tehát 9-én. Ehhez az eseményhez is lehet kérni karmaoldást, hogyha szeretnéd látni, hogy miben vagy, milyen ősöddel van neked tudattalan nehézséget, honnan, hova kellene eljutni ahhoz, hogy felszabaduljál, és ugye itt lesz hozzá egy technika. Beszélni fogok ezen az eseményen arról, hogy számomra mit jelentett ez a meditáció, és hogyan segített, és hogy hogyan kezdtem el meditálni európai gondolkodásmóddal, amikor azt mondták nekem, hogy ez egy nagyon erőteljes meditáció. És aztán végighallgattam, és gondoltam magamban, hogy ez erős, hát miről beszélnek ezeket? Nem is értem, hogy lenne ennek erős hatása, de valójában én nagyon szorgalmas vagyok, és kitartó is, úgyhogy annak ellenére, hogy semmit nem éreztem, annak ellenére gyakoroltam, mert igazából én valahogy abban hiszek, hogyha előttem jár valaki, akkor ő, amit követ, azt érdemes követni. Ugye a Kassai Lajos, a lovasi jász hajtogatja mindig ezt a mondatot, hogy ne őt kövessük, hanem azt kövessük, amit az ősök is követtek. Tehát, hogy ne egy szemét kövessünk, hanem azokat a tudásokat, elméleti és gyakorlati dolgokat, amiket az őseink is követtek, és akkor nem fogunk csalódni. Úgyhogy azért, mert a mesterem azt mondta, hogy ez egy erőteljes meditáció, én gyakoroltam, hát, hogy úgy legyen akkor, és aztán egyszer csak beindult a folyamat. Úgyhogy erről szeretnék majd nektek beszélni, meg arról, hogy nekem dolgom volt a családi energia mezőbe, tehát a leszületésemmel vállaltam a női mintának a fordítás, és hogy hogyan csináltam, hogy hogyan volt az, hogy a dédanyám elvesztette a méltóságát egy dédapám mellett, és milyen volt a kapcsolat kettőjük között. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye én semmit nem tudok róluk, tehát én nem hallottam családi legendákból szinte semmit, körülbelül 10 mondatnál többet, de a testemen keresztül ugye el tudom érni az ő emlékképeiket is, mivel, és ez mindannyiunknak rendelkezésére áll, annyi, hogy ezeket a képességeket ki kell bontanunk magunkból, a szamádi meditáció és a karmikus forrásemény tisztítás segítségével. És hogyha sokat gyakorolsz, és próbálsz az erények mentén élni, gondolkodásmódodban, étkezésedben, tehát, hogy ez egy visszahúzódó élet egyébként, tehát
sokat dolgozunk meg, sokat vagyunk belül önmagunkban. És hogyha így élsz, akkor ugye ezeket a képességeket, amik az öt érzékszerven kívül vannak, fel tudod erősíteni, és hát a testeden keresztül tulajdonképpen a jövőt és a múltat is abszolút el tudod érni. Azért elég erőteljesek emlékek vannak bennem is, amikor mondjuk egy Mátyás templom tövében Budapesten ülök, és akkor ott egy koronázási szertartást veszek részt. Tehát, hogy ilyen emlékképekig vissza lehet menni, amikor én vagy az őseim ezen részt vettek, de olyanon is részt vettem, olyan emlékképet is fel kellett kutatnom, amikor végig kellett néznem, hogy egy férfi addig üt egy nőt, amíg az utolsó leheletét ki nem leheli a nő, ez 1300-as évek körül lehetett szerintem, ugye a ruhákból ítélve, és azért kellett visszamenni, mert nekem ott azt meg kellett bocsájtani. Nyilván sírtam, láttam ezt, a férfi elment büszkén utána ilyen kocsmaszerűségbe, büszkén mesélte a haveroknak, hogy mit tett, és hogy megérdemelte a nő, tehát hogy ezeket nekem mind meg kellett bocsájtani, mert ezek még a jelen életemre is hatással voltak, mindenkire hatással voltak a családi generációmban, csak ugye nem jártak utána ezeknek az emlékképeknek. Én nekem viszont megadatott hozzá minden, hogy én ezt megtegyem, és hát ebből kifolyólag ugye az én dolgom volt az, hogy ezen módosítsak, változtassak. És ugye, ahogy említettem, a dédapámnál, meg a dédanyámnál indult egy új minta, mint a családi energia mezőben, és hogy azon hogyan fordítottam úgy, hogy először megerősítettem a nőket, és akkor utána pedig a férfiakat is, és ez hogyan változott így a fizikai síkon, meg a energetikai síkon. Erről biztos, hogy fogok nektek beszélni, nagyon izgalmas egyébként, és aztán arról is, hogy amikor őket így fel, hát turboztam, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy én tényleg sokat foglalkoztam azzal, hogy az ő vágyaikat beteljesítsem energetikai szinten, utána pedig, amikor az én életem indult be, akkor ők jöttek vissza és segítettek, tehát erről biztos, hogy többet fogok beszélni, meg hogy a meditáció is, hogy az miként és hogyan szoktam én gyakorolni. De természetesen ezek továbbra is mondom, hogy információk, amiket én átadok a tapasztalataim által formált bölcsességből, de ezek számodra információk, és akkor lesznek számodra is bölcsességértékűek, tehát nem csak az én szavaimat fogod ismételgetni, hogyha tapasztalsz, és végigmész ezeken a folyamatokon. És hát nagy szükség van arra, hogy mindenki ki legyen elégítve ebbe a családi energiamezőbe, tehát nincs olyan, hogy bennünk valaki gaz marad. Tehát bármennyire is úgy ítéli meg az ember azt a férfit mondjuk, aki hát ugye az utolsó leheletéig ütötte a nőt, hogy jogunk lenne elítélni, de tulajdonképpen addig kellett dolgoznom ezen a helyzeten, az egész rendszeren, amíg mindenkit föl nem tudtam menteni, hogy miért és mit csinált. Ezt tudom, hogy átlag gondolkodás mondani nem könnyű elítélni, mert aki csak ebben a világban hisz, és ugye csak mondjuk egy nyúszika szemszögéből látja a dolgokat, tehát a földi síkhoz, a földi gondolkodáshoz közel, az mondjuk egy zsiráf magasságából elég nehezen tud gondolkodni, pedig az lenne a lényeg, hogy minél magasabbról nézzük a helyzetet, és ezáltal ugye minél távolabb el tudunk jutni az emlékképeinket is tekintve, hogy mi az, ami hat ránk, mi az, ami hatással van ránk, azt fel tudjuk mutatni, és aztán azzal van dolgunk. Tehát azt is meg kellett tudni érteni és elfogadni, hogy az a férfi miért csinálta, milyen indíték volt benne, milyen okai voltak, mert olyan nincsen, hogy mondjuk egy dédanyát azt kiemelünk, és az egy tökéletes úrinőt, én egy úrinőt csináltam belőle, tehát egy bársony széken ül a dédanyám, csodálatos nő. Nyilván ezt energetikai síkon addig dolgoztam, amíg ezt el nem értem.
És olyan nincs, hogy ugye akkor a dédapámat megkitesszük a hóra. Volt olyan időszak is, amikor ki kellett tenni a hóra, de aztán nem az lehet a vége, hogy a férfit azt kitesszük, hanem a férfit is nagyjá kell tenni a családi energiamezőbe. És miért fontos ez? Hát, hogy mi stabilnak érezzük magunkat, és hogy mi itt a jelenben nagyon békésen és harmonikusan tudjunk élni, ami ugye nem azt jelenti, hogy mindig chillbe vagyunk, tehát mindig folyamatosan ilyen békés állapotban vagyunk, hanem azt jelenti, hogy kívülről nézzük magunkat, a helyzetünket, az eseményeket, és amikor padlón vagyunk, akkor is tudjuk azt, hogy oké, ebből fel fogunk állni, ez most ez van, most éppen karmát oldok, most nehézségem van, de ez azért van, hogy holnap jobban érezzem magam, és megint kitárjam a szívem, és közelebb kerüljek mindenhez és mindenkihez, és egyre könnyedebb legyen a személyiségem. Tehát én hiszem és tudom, hogy legalábbis a saját tapasztalataimból kiindulva, hogy ősök nélkül nem megy, bármennyire is azt szeretnénk gondolni róluk, hogy hát ilyenek meg olyanok, nem fog menni. Nem fog menni, és emellé még mellé kell tenni azt, hogy oké, hogy energetikai síkon létrehozzuk ezt a csodát, de hát azért a fizikai síkon ezt nem biztos, hogy meg lehet velük valósítani, mert hát karmáik vannak nekik is, és a karma az ugye el fog választani. Szóval ilyenekről lesz szó, ez a ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditáció eseményen, jó szívvel ajánlom, hogy gyertek, csatlakozzatok ti is, és nézzük meg, hogy ezek az ősök miként és hogyan működnek, és ebből kifolyólag mit tudnak nekünk támogatást adni. Ezzel egy időben szeretnék egy újabb mesterkurzust is létrehozni. Ez egy olyan meditációs csomag és elméleti csomag, ami hát abban segít, hogy egészen lélekállapotig vissza tudjál menni, és ott a lélekállapotban kiderést, hogy miért azt a családot választottad, miért azt a apukád miért hívott be ebbe a családba, stb. Stb. Tehát sok olyan kérdés, erre megtalálhatod ebbe a meditációba és ebbe az információ halmazba a saját magadból a választ, ami megint nagyon-nagyon sokat fog abban segíteni, hogy az ősökkel kapcsolatos dolgaidon dolgozzál, aztán javasolni fogom a családfarajzolást hozzá. Tehát ez egy komplex csomag lesz. Ezt is majd biztos lehet kérni karmaoldással is, hogy tudjál megint haladni, tudjál egyedül is dolgozni, főleg ha van hozzá technikád, módszered, eljössz hozzám egy kedvezményes konzultációra, vagy egy teljes áru konzultációra, és megmutatom, hogy honnan, hova tudsz eljutni. Vásárolsz hozzá ilyen technikát, például, mint ez az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása, meditáció, és még mellé nagyon javaslom a forrásemlék tisztítást, a karmikus forrásemlék tisztítást, tehát hogy ezekkel nap mint nap egyedül segítő nélkül is tudsz haladni abba az intervallumba, amit ugye megmutattam neked, hogy honnan, vagy hát az égiek megmutattak így rajtunk keresztül, meg a lelked, amit engedett, hogy honnan, hova tudsz eljutni, és időközönként még lehet, hogy egyszer-egyszer a folyamat gyorsításához, vagy mélyítéséhez még kérhetsz egy-egy egyéni konzultációt, de hogy egyedül is tudsz haladni ezekkel a módszerekkel, technikákkal, hogy felturbozd az energetikai szintedet, a tudásodat. Úgyhogy ez a mesterkurzus is majd szerintem körülbelül egy időben megjelenik ezzel az eseménnyel, ezzel az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditáció eseménye, ami még egyszer mondom, február 9-én lesz. Nagy szeretettel várlak bennetek, és nézzétek, csak az uralkodónőt kaptátok, az áldások lapot és a kelyhek apródját. Valahogy ezekből a lapokból, ez az áldások, ez arról szól nekem, hogy az lenne a fontos most, hogy az életedben a jelenben legyél, és a jelenben legyél boldog. Ne a múltban, ne a jövőben ácsingozzál, mert
ki kell bontanod magadból egy olyan türelmi időszakot, amikor megérlelsz magadban egy teljesen új világot. És ebben az új világ megérlelésében az ősök fognak neked segíteni, hogy te a jelenben tudjál lenni, és ugye a kelyhek apródja, de tulajdonképpen ő viszi a kelyhét, hogy viszi a szeretetét. Tehát most nekem itt összességében ezek a lapok azt mondják ehhez a invitáló videóhoz számotokra, hogy egy új világot tudsz megteremteni azáltal, hogy a jelenben észreveszed az áldásokat, a csodákat, és ezáltal egészen más energiával tudsz jelen lenni mások számára, egy sokkal könnyedebb energiából. És az lenne az igazi, hogyha mondjuk egy apakarakter, egy anyakarakter számodra is már egy nagyon könnyen feldolgozható kapcsolódási pont lenne, de ehhez ugye arra van szükség, hogy őket energetikai síkon ugye hát támogasd, és biztosítsd arról, hogy értékeled őket, mert ők akkor fognak téged biztosítani arról, hogy minden támogatást megadnak ahhoz, hogy boldog legyél. Úgyhogy új világot tudsz szülni azáltal, hogy gyakorolod a technikákat, és egyáltalán ezt a fajta gondolkodásmódot elsajátítod, amivel ugye nagyon sokan járnak családállításra, meseállításra, amik tök jók. Én is nagyon sokáig, tehát szerintem egy másfél évig biztos, hogy heti rendszerességgel jártam ezekre a helyekre. Nagyon szerettem, nagyon sok mindent ki tudtam magamból bontani, főleg az érzékelésemet, hogy nagyon gyorsan érzek, és azt ott ki tudtam bontani. Viszont ugye minden nap nincs velünk ott egy segítő, nem mehetünk minden alkalommal családállításra, akkor, amikor nehéz gondolataink vannak. És minden gondolat mögött van egy érzés, és minden érzés mögött van valami fájdalom, de nehéz érzés mögött, nehéz gondolat mögött van egy fájdalom, amivel dolgunk van. És ez nem biztos, hogy a te életedből származik, ez lehet, hogy ahogy elmeséltem nektek, lehetnek ősök életéből is. Most az jutott hirtelen eszembe, azért álltam meg, mert ugye meséltem nektek ezt a koronázási szertartás, hogy ott a Mátyás templomnál például ezt éltem meg, és nekem sokszor mondták, hogy kérdezték tőlem, hogy az anyukámnak van-e valami arisztokrata vére az erejében a kinézete miatt, és aztán kiderül, tehát itt mindig kiderül, a testeden keresztül nagyon messzire el lehet jutni, mindig attól függ, hogy a gondviselés és milyen energiákat nyit ki számodra, hogy el tud érni egy-egy meditációval, és minél többet meditálsz, minél többet csinálsz karmikus forrás, egy tisztítás, vagy ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditációt, ugye egyrészt azt fogod elérni, hogy fájdalmaid lesznek ezekbe a meditációkba, ha beleengedett magad, gyakorolsz, akkor egyre jobban bele tudod magad engedni. És ez azt jelenti, hogy ha fáj neked valami, akkor többet nem akarsz másnak fájdalmat okozni, inkább visszavonulsz tőle, és azt mondod, jó, oké, menjél, csak nem akarok inkább veszekedni, megelőzöm a bajt, inkább visszavonulok, és nem tudom. Tehát, hogy egészen visszavonulsz a harctól, meg a különböző küzdésektől. És hát ez lesz, hogy próbálsz az erények mentén lépni, mert nem akarsz másoknak fájdalmat okozni, mert tudod, hogy neked is mennyire fájt, hogy valaki bánt. Ez lesz az egyik következménye. A másik pedig elfelejtettem. Elfelejtettem ezt a gondolatmenetet, úgyhogy ezt így el is engedjük, hogy mi lesz a következménye. Jó. Valószínű, hogy nem olyan lényeges, vagy lehet, hogy lényeges, csak most nem kell ezt, nem kell erről beszélnem. Kicsit még zavar, hogy nem jut eszembe, mert úgy kereknek éreztem volna a mondani valómat, de
Jó, elengedem, nem vagyok tökéletes, meg nem is akarok az lenni, ilyen vagyok, amilyen vagyok. Ezt is szeretném nektek mutatni, hogy olyan jók vagytok úgy, ahogy vagytok, alacsony és magas szinten együtt, nyilván azért próbáljunk meg a magas szinttel élni, és nevetni azon, hogyha valami nem sikerül, nem bántani, nem bosszankodni magunkon. Ó, pedig én sem voltam már milyen nagyon tökéletességre való törekvő voltam magammal szembe is, de hát sok minden változott. Eltévesztettem egy utcát, mondjuk egy külföldi városban a GPS miatt, akkor bántottam magam, és aztán, amikor éreztem, hogy bántom magam, akkor úgy döntöttem, hogy direkt el fogok hibázni még 5 utcát, hogy még feszültebb legyek, hogy nem állapod, hogy én bántam magam azért, mert valamit elhibázok, úgyhogy rúgóra járattam ezeket a helyzeteket, meg az érzéseimet, és nyilván ezek mind-mind karmaoldást vontak maga után, hogy honnan jön ez az érzés, miért akarom magam bántani, honnan jön a gyökere, és akkor most eszembe is jutott, hogy ugye arról beszéltem, hogy a testeden keresztül elérhetsz múltat, jövőt, és mind-mind engedi a gondviselés, hogy elérd azokat az emlékképeket, amik neked szükségesek ahhoz, hogy a vállad karmáidat felold. És ha a vállad karmáidat feloldod, akkor jöhet a 9, 10, 11, 12. csakra, sőt, szerintem 13, 14, ahogy a mester is tanított bennünket, úgyhogy érdemes átdolgozni a testet ezekkel a technikákkal és módszerekkel, meg egyáltalán ezt a gondolkodásmódot elsajátítani, hogy hogyan érdemes könnyedebben, egyre könnyedebben élni. Miközben a karmák jönnek, az emberek becsapnak, át akarnak verni. Minden van, de hogy hogyan kell ezt csinálni, honnan jönnek ezek az információk, egyáltalán miért pont velem, na ezeket mind-mind a folyamatos eseményeim követésével mind-mind fel tudjátok magatokban tárni. Meg a technikák használatával. Ez nagyon fontos, mert ez a módszer, technika, gondolkodásmód, ez segít az ősökkel kapcsolatos karma oldások feloldásában is. No, várlak bennetek szeretettel, hogy egy új világot tudjatok szülni önmagatok, a környezet és az utódok számára. Tehát, hogy részesé legyetek kritikus tömegnek, aki ugye belül dolgozik magán, és hiszi, hogy fényből tud teremteni karmák halmozása nélkül. Minden jót nektek, sziasztok! Hello!